Hú, de benyikolgott valami. Miért ilyen rondák? És nézzétek, most már keverik. Most a bútorzatot keverik. Hogy ugye ez az ágy, ez a Dili házban szokott lenni. Na, ez egy új hely. Ez nekem új. És mindjárt a játékbabák fognak elindulni és rám támadni. Kíváncsi vagyok, hogy este rossz a támadok-e. Basszus, igen, elindult. Félek a tombolytól. Mindegyik hely ugyanúgy néz ki. Hogy kerül ide egy ilyen rácsos ágy? Logika a köbön. Nagyon abnormális, amiket álmodik a gyerek. Nagyon abnormális. Blokk C. Az a baba. Mit csináljak? Ne, érdekel, hogy mi van ott, ha benézek. Semmi. Medical reception. Mi van, ha elkapsz? Leszült. Na, jön a Dili ház. Na, tudom, hol folytatom. Mindenképp erre küld. Ha visszamegyek, megírom, támadnak a babát. Most ezt nem tudtam már megúszni, nem tudtam, hova menjek. Hirtelen le kellett volna mennem. Most meg fönt van, vagy lent van. Logic. Persze, akadálypálya. Minek nézegetem ezt a sok faszagságot? Menjünk le. Ja nem, menjünk fel. Menjünk be. Mondom be. Megint úgymond kisporolták az ajtókat. Kezdem megunni, ahogy végignézek egy folyósót. Így is úgy is tovább kell. Babákat. Hú, de megijedtem. Mármint nem úgy megijedtem, hanem hogy jaj, menekülni kell. Úgy ijedtem meg. Támadnak a babák. És tényleg rám támadnak a babák. Komolyan?
De most babák között ébredek. De ezt meg lehetett volna úszni? Nem igazán lehetett volna megúszni, nem volt más út. Csak arra mehettem. Az a baba indult meg, meg az a baba. Mindenképp elkap. Nem jöttem a Logicot megint. Mit kéne csinálnom? Mindenképp elkap. Megint egy olyan dolog, ami 20 év mire rájövök, hogy mit kell csinálni. Erre nincs út. Nem tudom, mit kéne tenni, mert... Mindenképp elkap. A babákat még végképp nem tudom, hogy... Ha futok, ugyanúgy elkapnak. Valami megoldás. Nem, mindenképp felém jönnek. Nem akarok megjelni. Komolyan azon gondolkodom, hogy talán az adja a megoldást. Babává változok. Vagy valami. Az van, hogy a futók így is úgy is elkapnak. Hát, akkor ezektől el kell futni. Az pislogott. Nagyon kell vigyázni, hogy ki ne fulladja. Gyere, menj be, menj be. Komolyan nem csupán ijeszgetős játék, hanem ilyen kis mozaikos féle. Mozaiknak nevezik? Hogyha matyogok, azt halljátok. Nem vagyok benne biztos. Nem valami több információ itt. Nem, ugyanaz az információ. Meddig tart az a játék? Kezdem unni. Most én kicsit már unom. És nem nézünk babákat. Feleslegesen.
De nincs másik út? Legalábbis nem tudok róla. Mindjárt megváltozik a szitu. Ja, nem, ez az út van még. Ja, ott van egy ajtó. Hogy néz ki az a baba ott? Menj ki! És mindegyik baba rám fog támadni, olyan? Cella 1-es. Anyám, egyre több a baba. Lassan nem fog tudni lépkedni a babákkal. Bocs, ezt nem vettem észre, ezt a babát. Nem is láttam, hogy mozogott valami. Ez fura volt. Kicsit távolabb kell állnom a babáktól, hogy jobban lássam, hogy melyik támad és melyik nem. Az támad. Jó, abban most nem volt időm belenézni. Basszus, az is támad. Basszus, az is támad. Lassan kifulladok. Ah! Az összes baba támad! Szóval akkor is meghalok, ha nem csinálok semmit. Remélem, már kezdem unni, hogy kisgyerek vagyok, legközelebb már ilyen ebi hal formában fogok mászkálni. Amúgy komolyan. Szerintem eddig a legijesztőbb az, hogy a babák rám támadnak. Hé. Ezt nem én voltam. Nem csinálok semmit. Hogy lehet ez a vége? Oda megy, megpuszíja a gyereket. Aki egyértelműen alszik, tehát nem tűnt holtnak. Belátja, megpuszíja. És honnan tudja, hogy ez a vége, hogy felébred? És mindjárt megnyomom a space, hogy igen. És kiderül, hogy nincs vége. A rémálom folytatódik. Az, hogy ott lett volna valami lehetőségem, amiben arra mentem, ott meg amarra, és ezért ez a variáció lett. Csak az baj, hogy fogalmam sincs, hogy mi mellett döntöttem, mármint, hogy hol volt a választhatóság. Hát... Jó van. Bevallom, hogy őszintén szólva kicsit félelmetesebbnek képzeltem. De azért a maga módján félelmetes volt. Főleg ezek a támadó babák. Próbálom... Hogy rájönni, hogy mi...
ennek mi volt az értelme, hogy pszichológiailag tudjátok, hogy alálátni, hogy annyira szereti a húgát, hogy azt elmondta, hogy meghalt, de hogy mindig ugyanaz volt az eset, hogy ez a késelés dolog. És végül kiderül, hogy ez egész állam volt, és a húga alszik, és puszi. De jó neki. Ráadásul felnőttebb korban kezdődött az egész, és gyerekkorba tértünk vissza, ezért fura. Lehet, hogy egy másik vég meg az, hogy kiderül, hogy a gyerek ölte meg a húgát, a harmadik vég meg az, hogy a húga öngyilkos lett. Jó, mindegy. Hát ha végignéztétek velem, voltatok, akkor azt köszönöm szépen. Igazából nem, engem zavar, hogy nem tudom, hogy mi volt az értelme. De ja, érdekes volt. A végén már egy kicsit unalmas volt. Ez a sűjárkálgatás. De azért az jó volt benne, hogy néha ilyen logikai rész is volt, de mégis hogy lehet megoldani egy-egy részt, hogy hogy lehet tovább jutni. De örülök, hogy nem volt benne túl sok, mert az ember nem azért nézi, hogy, vagy nem azért kezd el játszani egy ilyen játékkal, hogy most elkezdjen gondolkodni, hogy ha ezt odarakom, akkor ez történik, tehát nem, mindegy. Na, egy szó, mint száz, köszönöm, hogy végignéztétek. Stella voltam, sziasztok!